A koronavírus járvány a társadalom peremén egyensúlyozó tízezreket löki a szakadékba Spanyolországban. Barcelona szélén a nem túl előkelő Santa Colomában élő Tamara munkanélküli párja Zacarias fuvarozó ugyan, de nincs megbízása, jövedelme. Ha reggelizek, nincs ebéd, ha ebédelek, nem vacsorázom, a napi élelmünket öt felé kell osztani, panaszolja. Most lenne igazán szükségünk segítségre, a korlátozások feloldása után majd megoldjuk valahogy. Egy-egy adag étel, valami kis élelmiszer segélyt kérünk, semmi más, mondja a nő. Üres a hűtő, és a konyhaszekrényből is csak egy darab száraz kenyér kerül elő. A karitatív szervezetek sem bírják már az igényeket. Nincs hová mennünk meleg ételért, néha-néha hideg élelmiszercsomaghoz hozzá tudunk jutni. Az Euronews riportere az egyik helyi civil szervezettől megtudta, hogy a járvány kezdet óta háromszor annyian kérnek segítséget, mint addig. Ők naponta 220 adag ételt tudnak kiosztani. A Barcelona központjában található Santa Ana templom mostanra élelmiszer raktárrá változott. 15 önkéntes és a plébános adagolja, állítja össze a szétosztandó csomagokat. Azok, akik most ételért jönnek, másképpen viselkednek, mint korábban, mondja az atya. Több olyan család is jár ide, akik egy kis lakásban vagy egyetlen szobában élnek együtt. Sokuknak még bérleti szerződése sincs. Tartalékuk egy hétig nem tartott ki, nemhogy egy hónapig. Éhezők kétségbe esett sorra kígyózik az utcácskában, többen kérik, ne filmezzük őket, még családjuk sem tudja, hogy itt vannak. Az előző válság 600 ezer családot hagyott jövedelem nélkül, a munkaerőpiac azóta is törékeny. A szegénység egész Európában, Spanyolországban nőtt a legriasztóbb mértékben. A filippino származású etna takarító nőként dolgozott, de elbocsátották. Ám szorult helyzete sem ölte ki belőle a szolidaritást. Sok honfitársamnak papírjai sincsenek, ők nehezebben jutnak segítséghez. Nekünk kell támogatnunk őket, megosztani velük, amit kapunk. Alexandro némi élelmiszerhez jut, majd a Ramblason megmosakszik. Évek óta az utcán él, nincs más lehetőség a tisztálkodása, és nincs más hely, ahol zaklatott álomra hajthatná a fejét. Nincs ezzel egyedül. A szociális szféra véleménye szerint a mindenkit megillető minimális alapjövedelembe vezetése megkerülhetetlen, különben végletesen polarizálódik a társadalom, ami kezelhetetlen problémákat gerjeszt. Az alapjövedelem túlélést jelenthetne a családoknak, ösztönözni a fogyasztást és élénkíteni az újrainduló gazdaságot is.